Sziasztok! A Roomtour videóm és az emlékdobozos videóm után nagyon-nagyon sok komment és megkeresés érkezett azzal kapcsolatban, hogy csináljak egy videót a rajzaimról. És már kommentekben is válaszoltam, meg e-mailben is válaszoltam nektek, hogy valószínű, hogy lesz ilyen videó, mert én is nagyon szerettem volna ezt megcsinálni, nem csak azért, hogy megmutassam, hogy miket rajzoltam, hanem főleg azért, mert szeretnék tanácsot adni azoknak, akik szeretnek vagy szeretnének rajzolni, de nem annyira megy nekik, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak ilyenek, és tőlem is már a barátaim is rengeteg tanácsot kértek, vagy hogy tanítsam meg őket, és szerintem ezek olyan dolgok, amiket jó, hogyha tudnak az emberek. Főleg azért, mert szerintem ezek nagyon alap dolgok, tehát nincsen bennük semmilyen speckó, úgyhogy így kategorizáltam a rajzaimat. Igazából saját kategóriákat találtam kicsak, ami, ahogy meg fogom őket mutogatni, és ami tanács csak eszembe jut, azt továbbadom nektek. Az fontos tudni, hogy én úgymond egy művész családba születtem, tehát anyukám és apukám is rajzfilmekben dolgozott, apukám még mindig, bár ő most már fotós is, anyukám pedig azóta már vart, és meg mindenféle más ilyen kreatív munkát kipróbált, és ők mindig is nagyon motiváltak és inspiráltak engem arra, hogy én is kipróbáljak mindenfélét. És ők is nagyon-nagyon sok hasznos dolgot tanítottak meg nekem, és nagyon sok dologra magamtól is jöttem rá. De nem kell aggódni, ezek egyáltalán nem ilyen nagyon bonyolult dolgok, ugyanis az első és a legfontosabb szabály az, hogy gyakorolni kell nagyon sokat. Én ugyanis lehet, hogy valamennyit örököltem is a szüleimtől a rajztehetségben, de hogyha nem gyakorlok, akkor a tehetség az semmit nem ér, és lehet, hogy ez ilyen közhelyesen hangzik, de tényleg így van. Mivel, hogy én nem azért gyakoroltam, hogy egyszer majd jól tudjak rajzolni, én minden egyes rajzomat imádtam elkészíteni, még akkor is, hogyha végül nem tetszett, de maga a folyamat az nem tudom, annyira így elvonja az ember agyát, és néha képes voltam egész délutánokon keresztül rajzolni. És egyszerűen úgy elszalad az idő, hogy hihetetlen, hogyha valaki szintén szeret rajzolni, vagy festeni, vagy bármilyen dolgot csinálni, akkor azt tudja, hogy ez milyen érzés. És igazából az már csak egy ilyen mellékhatása volt ennek az egésznek, hogy fejlődtem is közben, úgyhogy én azt tudom tanácsolni elsőként, hogy gyakoroljatok nagyon sokat, mert még az is, aki úgy gondolná, hogy nincsen tehetség ehhez, a gyakorlás az tényleg ad tehetséget, úgymond, tehát a rajzolásban a legtöbb dolgot meg lehet tanulni, hogy hogy kell megrajzolni. Na akkor kezdjük is megmutatni a rajzait, amit nem akarok tovább dumálni. Az első kategória az úgymond ilyen vázlatrajzok lesznek, amik úgy készültek, mint hogy csak úgy kedvem támadt rajzolni, vagy már elegem volt a tanulásból, vagy bármi, és akkor leültem és rajzolgattam valamit. Az én módszerem az ilyen tanulásban, az egy rajzos tanulásban, hogy nem a fejembe levő dolgokat rajzolom le, hanem egy újságból, vagy könyvből, vagy bármilyen képről tulajdonképpen. A legtöbb rajz, amit meg fogok mutatni, azok mind képek vagy újságokról lettek lemásolva. És szerintem ez azért nagyon jó módja a tanulásnak, mert így nem is tudom, én azért szeretem, mert akkor egyből ott tudom ellenőrizni, hogy amit lerajzoltam, az úgy nézek ki a fotón is, vagy nem. Főleg embereket szeretek rajzolni, szerintem más nem is szoktam nagyon, tehát ilyen térbeli dolgokat, vagy fákat, vagy természetképeket, azokat annyira nem. Úgyhogy főleg embereket. Az első, amit mutatok, az egy csak ilyen filctollas rajz. És ez is ugyanígy egy ilyen glamour újságban volt már talán. Tehát a lényeg az, hogy ezen nem is pontos minden, tehát így csak úgy firkálgattam, hogy jól esett, aztán kiszíneztem. És az ilyen vázlatosabb rajzoknál nem is azt számít, hogy teljesen tökéletes legyen a rajz, hanem hogy így rájön a kezünk, úgymond. Az ilyen formákra, hogy kell ábrázolni mondjuk egy száját, hogyha nevet, most eljutott az eszembe, tehát itt három nőt rajzoltam le, ezek is mind újságból vannak. Tehát például itt ugye ez a nő ilyen nevetős, tehát nevet a nő, és azért nem könnyű egy olyan arcot lerajzolni, ami nem csak így van, hanem nevet közben. És az ilyenek szerintem nagyon jó gyakorlások, hogy lemásoljuk képekről. Tehát nem úgy másolom le, hogy rárakom a képet, a papírt a fényképre, és akkor átrajzolom, hanem ott van mellette, és akkor amit látok, azt lerajzolom tulajdonképpen. És ez azért fontos, mert nagyon sokan gondolják úgy, hogy ha valamit lerajzolnak, akkor azt úgy kell lerajzolni, hogy a fejükben van, úgymond. Például vegyünk egy szemet, mindenkinek ott van az agyában, hogy néz ki egy szem, de ha lerajzoljuk, akkor nem úgy kell lerajzolni, hogy
hogy akkor felső szempély, alsó szempély, szemgolyó, szempillák. Az mindig változik attól függően, hogy fölülről nézzük-e, vagy alulról nézzük-e, hogy merre néz a szem, tehát ezek mind nagyon összetett dolgok, és ezért a legjobb. Tehát mondjuk ez egy jó példa, apám. Nem tudom mennyire látszódik, tehát itt van ez a nő, akit alulról látunk, és a szeme az tulajdonképpen egy ilyen, egyáltalán nem hasonlít szemre, de felismerjük, hogy ez egy szem, mert ugye alulról látjuk, akkor az alsó szemhéj az ilyen nagyon furán fel, de a felső szemhéj alig látszik, a szempillák is tök más szögből látszanak, a szemöldök az pláne, tehát hogy egyáltalán nem úgy néznek ki a dolgok, mint ahogy ezt gondolnánk, hogy le kell rajzolni, és szerintem ezért nagyon jó, hogyha lemásolunk dolgokat. Ez egy ilyen egyszerű kép Jennifer Lawrence-ről, mert őt nagyon szeretem, és ez mondjuk tényleg egyszerű, mert ugye szemből van a fej, nincsen rajta semmi grimasz vagy bármi, szóval úgy ajánlanám, hogy a gyakorlást azt ilyenekkel érdemes kezdeni, ilyen szemből levő fejekkel, csak hogy meglegyenek az arányok. A következő kategória azok az úgymond realisztikusabb rajzok, amikből van nekem a legtöbb, mert hogyha én lerajzolok valamit, akkor szeretem úgy árnyékolni, meg mindent úgy megcsinálni, hogy realisztikus legyen, úgymond. Ez azt jelenti, hogy nem csak a körvonalak vannak meg, mint mondjuk a vázlatos rajzoknál, hanem minden apró részlet, amit meg tudok benne rajzolni, ezt megrajzolom. Ezek is mind olyan rajzok, hogy fotókról rajzoltam őket, egyáltalán nem fejből vagy sehonnan, tehát ott volt mellette a kép, és akkor lemásoltam. Ez a másolás az tulajdonképpen nálam úgy megy, hogy először vázlatosan megrajzolom az alakját a nőnek, tehát mondjuk van ez a festmény, mert most is színeztem, és megrajzolom ugye, hogy hol van a fej, és akkor a nyakat például ahhoz visszanyújtom, tehát azt mondom, hogy a nyak az kb. Fele akkor, mint a feje, és a vonalat nézem, hogy nagyjából hogy megy, tehát nem testrészeket látok, amikor lerajzolok valamit, hanem vonalakat is, és alakokat és formákat, amik egymáshoz viszonyulnak. Tehát mondjuk, hogyha megnézem a galét, akkor azt mondom, hogy ez egy ilyen kicsit ívelt háromszög, akkor ezt ide rajzolom, akkor mondjuk megnézem, hogy a válla az milyen széles, hogy milyen, nagyjából milyen szöget zár be a galléral, tehát az összes kép tele van ilyen dolgokkal, és én mindig ezeket szoktam követni, főleg azt, hogy ugye hogy viszonyulnak a vonalak egymáshoz, és tulajdonképpen ebből áll össze a kép, ezt nem tudom, mennyire volt érthető. A festés az egy kicsit már másabb kategória, tehát én nagyon szeretek ilyen vízfestékszerű festékeket használni, amikor ha megszered és átmegyek rajta még egyszer, akkor tudok árnyékot festeni vele. Aztán vannak itt ceruzarajzok. Itt van például Marilyn Monroe, mondjuk ez a kép annyira nem tetszik, ez inkább egy kicsit összecsapottabb lett. Viszont például ezt nagyon szeretem. Ezt a képet is egy újságból raktam ki, és Instagramra is kiraktam még nagyon régen, amikor ezt megrajzoltam. Aztán anyukámnak ez a kedvenc képe, ez Karen Elevin, és őt is egy, azt hiszem, hogy fotóról, igen. Csak úgy rákerestem a nevére, kérdett egy képet, és lerajzoltam. Itt azért már az árnyékolás is nagyon fontos, tehát hogy az arca, hogy van a smink, sminkeket nagyon szeretek megrajzolni. Ez a rajz például egy nagyon jó példa az ilyen árnyékolásra. Ez én akarok lenni, legalábbis az arcom alja, mert akartam csinálni egy olyan képet, hogy így egy fotót magamról, hogy így beállok ezzel. Aztán van egy ilyen kép, ami ez rajzórai feladat volt, egy ilyen hajat kellett megrajzolni, a haj rajzolás is nagyon érdekes, a haj is tele van úgy világosabb részekkel, meg sötétebb részekkel. Akkor, amikor a csillagékben a hibát olvastam, akkor rajzoltam ezt a rajzot, és hát erre tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon realisztikus lett, tehát ugye az árnyékolások is, meg úgy kb. Minden. Aztán van ez, azt hiszem, hogy ez volt az első realisztikusabb rajzom, mert nagyon tetszett ez a fénykép a lányról, és akkor itt is, ahogy látjátok, nagyon megvannak az árnyékok, meg a haj is nagyon érdekes, hajakat nagyon szeretek rajzolni, ilyen szép, hogy ilyen sötét, világos, hullámos, minden. Aztán ez a kép az, ami a room tour videómban láthatatok, hogy a falon kim volt, remélem, hogy nem tükröződik be. Egy következő kategória, ami szintén kapcsolódik a realisztikus rajzokhoz, ebben csak két rajz van, azok ezek. Ez az egyik például, nem rég rajzoltam, és Gigi Hadid van rajta. Azért veszem külön kategóriának, mert nagyon megtetszettek az olyan rajzok, amik nem árnyékoltak és nem ceruzarajzok, hanem ilyen toll rajzok tulajdonképpen, és csak a kontúrok vannak meg, úgyhogy ez is ilyen lett, hogy megrajzoltam előre szépen ceruzával meg minden, és aztán áthúztam
fekete tollal, a hajakat imádom így megrajzolni, mert így minden egyes szállat kb. Külön kell, de nagyon-nagyon jól néz ki a végeredmény, és a ruhákat is. Ez, nem tudom, most ez a kedvenc műfajom, vagy technikám úgymond, hogy ilyeneket megrajzoljak, mert nagyon-nagyon tetszik a végeredmény. Az arcát nem csináltam meg, mert tollal megrajzolni egy arcot, ez már kicsit neccesebb, főleg, hogyha nincs árnyékolás. És ez a rajz is egy ilyen, hogy a hajukat azokat megrajzoltam, így külön viszont az arcokat nem. Aztán van egy kategória, amiben csak így beraktam ilyen random dolgokat, tehát így nem egy konkrét kategória. Az első rajz az egy, ezt még régebben rajzoltam, csak azért mutatom meg, amikor tehát ez egy másfajta technika teljesen, mert nem realisztikus rajz, hanem inkább ilyen barbis, úgy mondanám, tehát, hogy azért valamennyire úgy olyan alakjuk van, mint egy élő embernek, de nyilván sokkal vékonyabb, sokkal hosszabb lábuk van, az arcuk is egy kicsit ilyen Disney-sebb úgymond, tehát mint hogyha egy rajzfilmben lennének, ugye nagy szemek, meg ilyenek, és volt egy időszak, amikor ilyeneket szerettem rajzolni, hogy nem realisztikus embereket, hanem szép embereket, úgymond. Aztán egy másik kategória, azok a betűk, amik én nagyon-nagyon szeretek különböző betűtípusokkal kísérletezni, tehát van egy ilyen leckefüzetem is, amiben minden egyes napot másféle betűtípussal írok fel. Tehát itt van ez a leckefüzet, és nyomtatok is vele képeket, hogy minden például ez egy ilyen fekete-fehér hét, és akkor mindegyik nap különböző betűtípus, akkor ez ilyen rózsaszínes kékes hét volt, és igazából a suliban is nagyon jól jön ez, hogy egy kicsit így elvon néha, vagy hogyha most az óra, akkor csak úgy rajzolgatok, és ez nagyon jól jön néha. És ez volt még a kezdete annak, amikor ezek is szintén zenéket hallgattam, és akkor jó, hogy zene nagyjából ilyen 3-4 perces, de volt, amit többször is elindítottam, és amilyen betűtípus vagy szín eszembe jutott róla, azt lerajzoltam így, és nem tudom, mennyire látszanak, vagy hogy olvashatóak. Ez is nagyon jó gyakorlat szerintem, hogyha valaki szeretné fejleszteni a rajzkészségét, vagy akár csak, hogy szebben írjon, vagy szebb betűket írjon. Tehát nagyon kell figyelni, hogy ami egyenes az egyenes legyen, akkor a betűk között arányos legyen a... Szóval mindegy. Gyakorlás. Aztán van még egy kép, ami nem külön kategória, csak gondoltam, hogy megmutatom, amit festettem, vagyis hogy ez is olyan, hogy ceruzával megrajzoltam, aztán körvonalaztam és kifestettem, és ezt Linának a szülinapjára akartam adni, de sajnos elrontottam, mert nagyon sok helyen kifolyt a festék, és annyira nem is tetszett végül is nekem. De ahogy látjátok, ez vagyok én, Ági, Lina és Rozi, és amúgy messziről jól néz ki, szóval csak közelről itt látszik, hogy Ági szája ki van folyva teljesen, úgyhogy inkább nem akartam odaadni neki ajándékba. És akkor elérkeztünk az utolsó kategóriához, ami a festés, akril festékkel. Én soha életemben nem festettem kb. Tavaly előttig, amikor is elkezdtem járni egy ilyen festő tanfolyamra, nem rendszeresen, csak így, amikor éppen volt időm, és ott festettem képeket. Ezzel kapcsolatban még annyira nem tudok tanácsokat adni, mert nem vagyok benne annyira profi, és tényleg ott is ezer olyan dolgot tanultam, amit így nem is gondoltam volna, és sajnos nagy részük nem is maradt meg. Ez ilyen faros lemezre van festve, és egy kép alapján festettünk, tehát többen is voltunk a csapatban, és akkor ott van egy festmény, vagy egy fénykép, és akkor azt kell lefessenünk. Nem muszáj pontosan, tehát mindenki használhatja a saját stílusát, vagy a saját színeit. A lényeg az, hogy egységes legyen a kép azért, és ez egy kicsit ilyen domborúsabb is, mert ilyen domború festékkel is csináltuk. De a lényeg az, hogy sajnos tényleg nem tudok még ilyen akrilfestéssel kapcsolatban tanácsokat mondani, hogy érdemes, mert tényleg egyébként is nagyon-nagyon-nagyon sok tanács van hozzá, tehát ugye az ilyen sötétebb részekre, világosabb részekre, minden, és mivel nem vagyok egy gyakorlott festő, és nem csinálom ezt már évek óta, ezért tényleg nem érzem úgy magam, hogy én ezt így tovább tudnám adni. Ez is egy olyan kép, ami egy kicsit nagyobb, nem egy benne van, és egy kicsit talán poros is, és hát ez csak azért, hogy így megmutassam, hogy ilyet is csináltam, de ez sem magamtól, tehát ugye minden lépés az meg volt előre mondva, hogy
hogy kell csinálni, vagy hogy érdemes. Elég poros. Viszont van egy darab kép, amit mostanában festettem pont egy hete, ami ez, és ezt egy ilyen kis vászon cuccra festettem rá. Igazából próbáltam összeszedni mindent, amit megtanultam ezen az ilyen festőtanfolyamokon. A pohárra arra pont emlékeztem, hogy hogy kell poharat festeni, tehát hogy így a fénycsíkok azok fontosak, meg mit tudom én. De igazából csak lefestettem, és aztán festettem neki egy hátteret, tehát ez olyan festmény, ami csak így érzésre. Ezekkel a festményekkel így el is folytak a rajzok, amiket meg szerettem volna nektek mutatni, és hogyha jobban össze tudom szedni a gondolataimat a témával kapcsolatban, akkor lehet, hogy majd fogok csinálni olyan videót is, amikben így pontosabban elmondok rajzos tanácsokat. Egyelőre tényleg azt tudom mondani, hogy gyakoroljatok, fogjatok egy újságot, választatok ki egy szép képet róla, egy szép lányt, egy kutyát, bármit, és rajzoljátok le, és minél többet rajzoltok magatoktól is, egyre több dologra rá fogtok jönni. És egyébként, hogyha nektek vannak szép rajzaitok, vagy ez alapján, a videó alapján megjött a kedvetek a rajzoláshoz, hogy csináljatok valamit, vagy fessetek valamit, akkor én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a rajzaitokra, úgyhogy küldhettek e-mailben is rajzokat, vagy akár, hogyha Instagramra kirakjátok, akkor csak jelöljetek meg minket rajta, az Instagram nevünk az LinaXXFanny, én nagyon szeretném őket látni, úgyhogy hajrá! Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk legközelebb! Sziasztok!